Ismét jelentkezik Felfedező című turisztikai magazinunk. A mostani adásban Felső-Tárkányba kalauzoljuk el Önöket. Tartsanak velünk, járjuk be együtt a vidéket! Felső-Tárkány község Heves megye Egri járásában, a Tárkányi patak völgyében fekszik. Megközelíthető Eger felől, és a Bükkönnát a Miskolcra vezető úton is. A település első okleveles említése 1261-ből való Holtarkan, illetve Feltarkan név alakban. A 14-15. Században két részből tevődött össze a falu, Alsó és Felső Tárkányból. Az egyik legnagyobb attrakció az Eger-RT ZRT által üzemeltetett kisvasútvonal, amely kezdetben a faanyag, később pedig a személyek szállítására használták. Itt állunk a kisvasútnak a telephelyén, mondhatjuk ezt, Víg Ilonával, a Egererdő ZRT kommunikációs és népjóléti vezetőjével. Mit lehet elmondani arról, akik ide látogatnak Felső-Tárkányba, milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe, amit az Egererdő biztosít, többek között ugye a kisvasutazás is egy ilyen? 2021 az egy nagyon különleges év, hiszen idén megújul a Felső-Tárkányi kisvasút kormányzati támogatás segítségével. Tehát akik idén látogatnak ide Felső-Tárkányba kisvasutazni szeretnének, azok sajnos nem járnak sikerrel, viszont 2022-ben már várhatóan kész lesz a pálya, illetve fel lesznek újítva a mozdonyok, illetve a kocsik is, és akkor már sokkal környezetbarátabb, sokkal szebb kivitelben várjuk majd a kedves látogatókat. Régi hagyománya van itt már egyébként a kisvasútnak, ezek a szerelvények is elég régóta teljesítenek itt szolgálatot. Hogyan alakult ki egyáltalán ez a történet itt Tárkányban? 1915-ben épült meg az első pályaszakasza a Felső-Tárkányi kisvasútnak, és a trianoni békeszerződés a további fejlesztésekre hatást gyakorolt, hiszen amikor az ország kétharmadát elcsatolták, akkor javarész a fenyőerdők is elcsatolásra kerültek. Hatalmas faigény volt az országban, amit a Bükkből, a Mátrából, illetve egyéb hegyvidéki erdőterületekről próbáltak kielégíteni az erdőgazdálkodók. Így a Felső-Tárkányi vasutat is fejleszteni kellett, egyrészt azért, mert a faanyagot, mint nyersanyagot, annak a szállítását biztosítani kellett, másrészt pedig a kő, mint nagyon fontos nyersanyag is a kisvasutakon keresztül került le a városokba, ott, ahol nagyobb probléma volt, ahol szétbombázták az épületeket, és újjá kellett építeni. Tehát a kisvasútnak a felfutása, a teherszállításnak a felfutása az ország újjáépítéséhez köthető. Akkor még kevesebb volt a teherszállító jármű az országban, és körülbelül az 50-es években, amikor ez belendült, akkor egyre inkább háttérbe szorultak a kisvasutak, illetve az azon történő teherszállítás. A 60-as évek végére pedig már teljesen leállt a teherszállítás a kisvasutakon, nem csak itt, hanem az országban mindenhol, és utána elgondolkodtunk, hogy mit is lehetne csinálni a kisvasúttal, és utána fokozódott a turisztikai cél, fokozódott az, hogy egyre többen keresték meg a kisvasutakat, a személyszállítás egyre inkább kedvelt lett, és a pálya egy része megszűnt, viszont a meglévő 5 kilométeres szakaszon szívesen látogatnak ki az erdőbe a családok, nagyon kedvelt a gyerekek körében, nagyon nevezetes rendezvényeink vannak, például nyuszi vonat, szarvasbőgőjárat, mikulásjárat, és ezek úgy jobban hozzákötik az embereket az erdőhöz és a természethez, szívesen kilátogatnak és használják a kisvasutat is. Igen, azt mindenképp elmondható, hogy itt csúcsidőben azért tényleg eléggé jól kihasznált ez a kisvasút és ez a szakasz. Említetted itt, hogy nagy változások vannak folyamatban, ez ugye már elindult ez a dolog. Mi változik azon kívül, hogy a szerelvények megújulnak, ha jól tudom, például egy indulópont is áthelyezésre kerül, vagy legalábbis egy új létesül? Így van. Felső-Tárkányban a falu háztól körülbelül 50-60 méterre van a jelenlegi indítóállomás, és ez át fog kerülni a Felső-Tárkányi tópartjára, hiszen ott nagyon sok kiránduló megfordul, ott talán még jobban rátalálnak a kisvasútra, és akkor onnantól fog indulni az út egészen a Stimecházig. Környezetbarátabb is lesz a Felső-Tárkányi kisvasút, hiszen a két mozdony dízel vontatású jelenleg, vagy dízel
dízel motorok vannak benne, viszont a pályázatból teljesen el fogunk állni elektromos meghajtásúra, és részben pedig a fékező energiát is fel fogjuk használni, azt is visszatöltjük majd az akkumulátorokba. Tehát vélhetően ez is sokkal kedvezőbb lesz a kedves vendégek számára. Mindenképpen. Elég nagy egyébként az a terület, amit az Egeredű ZRT kezel, ugye nem csak itt Felső-Tárkányban, hanem számos különböző erdészet van, számos különböző munkafolyamat. Mit lehet elmondani egyébként, hogy látogatottság szempontjából van esetleg olyan kiemelt attrakciótok, amit azt látjátok, hogy a legtöbb ember szívesen keres fel? Úgy gondolom, hogy tudod a választ, Szilvásvár, a Szalajka-völgy, rettentő sok ember látogatja mostanság, illetve a járvány időszak előtt is nagyon sokan elmentek kirándulni Szilvásváradra. Csak a kisvasútnak az utas létszámát tudnám mondani, hogy az összes három erdei vasutat üzemeltet ugye az Egeredő ZRT, és az összes vasúton közel 400 ezer utas fordul meg évente, abból Szilvásváradon majdnem 300 000. Tehát ebből is látszik, hogy nagyon frekventált Szilvásvárad, nagyon sokan szeretik, nagyon sok erdélyi attrakcióval rendelkezünk abban a völgyben, és úgy gondolom, hogy tényleg egy egész napos kirándulás, vagy akár több napos kirándulásra is lehetőség van ott abban a csodálatos völgyben. Ezt követően kocsiba szálltunk, és a Bocskai István úton indultunk el. Alig néhány percnyi autózást követően egy elkerített területhez érkeztünk, ami többet rejt, mint ami előszörre látszik. Múlt év tavaszán telepítettünk ide egy erdőt, egy hektáros területre, méghozzá vadászati és természeti világkiállítás tiszteletére. Itt az erdő mellett egy emlékkő, illetve egy emlékoszlop is őrzi ennek az emlékét. És nem csak itt, hanem az országban minden erdőgazdaság területén létesült-e emlékerdő. Az emlékerdő a nagy rendezvénynek egy előprogramja volt végeredményben, és itt a kollégák egy gyönyörű szép kocsányos tölgyes erdőt terveztek, és ki is viteleztek múlt év tavaszán. Már itt a sorokban nagyon jól látható egyébként a kocsányos tölgy újulat, és bízom benne, hogy sok-sok évet meg fog itt élni, és majd 100-120 év múltán majd az utódaink ennek az árnyékában tudnak itt sétálgatni. Igen, nagyon jelentős dolog az, hogy az erdőtelepítés, hiszen nagyon sokan azt látják, amikor jártukban, keltükben, különböző helyeket ismernek meg, hogy sok erdő van kivágva, de azért nyugtass meg, hogy elég sok erdő van telepítve is, illetve hát tudjuk például az akácot, hogy nem is kell újra telepíteni. Igen, itt azért egy kis fogalomzavart érzek, hiszen amikor kitermelünk egy idős állományt, akkor az erdőtörvény kötelezi az erdőgazdálkodót, hogy felújítsa. Azt erdőfelújításnak nevezzük, amikor erdőhelyén erdőt hozunk létre, egy fiatal erdőt. Hogyha pedig erdőtelepítésről beszélünk, akkor mondjuk egy szántó helyett erdőt létesítünk, erdőt telepítünk, és azt erdőtelepítési névvel illetjük. Tehát a kettő között csupán ennyi a különbség, hogy az egyik egy erdőművelési ágban lévő területen lévő erdőfelújítás, míg a másik pedig akár egy szántóterület is lehet, és akkor azon hozunk létre erdőt. Tehát itt erdőtelepítés történt, hiszen itt nem erdő állt korábban, ez egy vadföld volt, viszont hogyha beljebb megyünk az erdőtömbbe, akkor ott fogunk látni fakitermeléseket, és ott megvan a kötelezettségünk, hogy ott erdőt kell létrehoznunk. Jellemzően egyébként az Egererdő ZRT területén 90-95%-ban természetes módon újul meg az erdő, ami annyit tesz, hogy a meglévő idős állománynak a magját, ahogy lehullik a földre, abból növekszik a csemete. Tehát helybeni szaporító anyagot használunk az erdőfelújításban. A családok egyik kedvelt állomáshelye következett, ami nem más, mint az Egres völgyi vadbemutatókert. Itt dámszarvasokat és muflonokat láthatnak az erre járók. Előbbiek barcogása októberben, míg a muflonok üzekedése novemberben a leglátványosabb. A völgy csendjében több száz méterről is lehet hallani, ahogy a kosok csigáikkal egymásnak feszülnek. A két faj jellemzője, hogy igen jól viseli a zárt helyen tartást, így igazi érdekességként tud szolgálni a turistáknak és a kirándulóknak. Folytattuk túránkat, és a fák hűs árnyékában való haladás után egy újonnan megépült filagóriához értünk. Nem véletlen a fából készült alkalmatosság elhelyezkedése,
hiszen konkrét funkcióval szolgál a fiatalok környezeti nevelése szempontjából. Itt állunk egy gyönyörű szép filagória mellett az erdő közepén, ez is egy most újonnan létrehozott attrakció. Miért volt erre szükség, milyen célból hoztátok létre? 2021-ben el fog indulni a Bükki vándortábor, ami annyit tesz, hogy három táborhelyet érintve a Bükknek a nyugati részét be fogják járni a gyerekek. Az első táborhely itt lesz Felsőtárkányban, a Stimecház melletti sportpályán, illetve itt konkrétan ez egy közösségi helyként szolgál majd a vándortáborosok számára, úgyhogy hál' Istennek megint csak kormányzati támogatásból volt lehetőségünk a fejlesztésre, és mindegyik táborhelyen egy-egy ilyen filagóriát tudtunk megépíteni. Miért tartjátok egyébként fontosnak a fiatal generációk természet szeretetre való nevelését? Hát ez egy nagyon jó program, ami ugye évtizedekkel ezelőtt nagyon jól működött Magyarországon, és most Révész Máriusz felkarolta ezt a kezdeményezést, és már azt hiszem 10 vagy 11 útvonal közül választhatnak a gyerekek, és az, hogy kijönnek a természetbe, újra tudnak a természethez kapcsolódni a diákok, a mindenféle kütyük és elektronikus eszközök helyett, az nagyon-nagyon nagy élményt jelent számukra. Sokan még életükben nem voltak kinn az erdőbe, úgyhogy mondjuk itt is aludtak volna. Itt pedig a vándortábor kapcsán egy hetet töltenek kint az erdőben. Mondhatni, ez az év legzöldebb hete, amit ebben az évben eltölthetnek. És akkor a tábor alatt itt is vannak, illetve hát akkor gyakorlatilag áthelyezik a székhelyüket, így egész nagy részt járnak be így a vidékből, ugye? Így van. Tehát a tábor az 7 napos, abból az első 2 napot itt Felsőtárkányba töltik, az első napon eljönnek ide a Stimecházhoz, második napon egy körtúrát tesznek, harmadik nap pedig az egy igen megerőltető nap lesz, mert fölmennek a Bükkfennsíkra, és ott a kövek mentén eljutnak egészen Bélapád falváig, az ottani gyári tó melletti tisztáson lesz az ottani táborhely. És utána pedig tesznek egy körtúrát. A körtúra az fölviszi a Bélkőhöz őket, és ott megnézhetik a bányaudvart. Szerintem az a holdbéli látvány az mindenkit meg fog döbbenteni, hogy ilyen is létezik Magyarországon. És aztán pedig az utolsó táborhely a Szilvásváradon lesz, ott a katonasírok környékén fognak menni, és az utolsó előtti napon pedig újra felmennek a Bükkfennsíkra, Olaszkapuig, és utána vissza Szilvásváradra, és aztán búcsúzunk tőlük. Hát ajánljuk a gyerekeknek, hogy használják ki ezt a lehetőséget, és ezzel is ismerjék meg ezt a vidéket. Innen csupán 100 méterre van az Egererdő ZRT által birtokolt Stimecház. A kétszintes épület hamarosan a túrázók pihenőhelyeként szolgálhat majd. El is érkeztünk ide a Stimecházhoz, ami egy nagyszerű megállópontja lehet egy túrának. A ház is megújult a korábbiakhoz képest. Milyen szerepet fog ez betölteni itt a későbbiekben, illetve egyáltalán hogyan jött létre itt ez az építmény tényleg az erdő közepén? Az építmény múltjáról keveset tudunk, de az biztos, hogy egy rönkkereskedőnek a háza volt. A környékbeli erdőkből ide hordták be a rönköt, és itt vette át, és aztán vasúton pedig innen szállították tovább. Jelenleg még tart a felújítás, már kívülről nagyon szépen átfestették, viszont belülről a berendezés az még hiányzik, de nyár közepétől, mint kulcsos ház fog nyitni ez a szép ház, és bárki igénybe veheti. Mit lehet elmondani azzal kapcsolatban, hogy akik esetleg ide látogatnak, vagy útba ejtenik, milyen úton, módon foglalhatják ezt le, hol érdeklődhetnek, illetve mire számíthatnak, hogy milyen szolgáltatásokat tudnak itt igénybe venni? Igen, a ház az egy eléggé nomád körülményeket biztosító kulcsos ház lesz, tehát nincs benne víz, nincs benne központi hálózatról áram, tehát kis teljesítményű agregátorra az áramot azt igénybe lehet venni, de csak szükséges esetekben. Egyébként pedig lent 2 ajtónyílás látható, ott 2-3 ágyas szoba lesz, fönt pedig egy 6 ágyas helységet fogunk kialakítani. Vélhetően lesz a háznak Facebook oldala, és ott lehet például majd a foglalásokat vagy az ajánlatkéréseket megtenni, illetve az Egererdő ZRT honlapján is lesz róla információ.
De nem csak a turistáknak szolgál egy nagyszerű megállóként ez a ház, hiszen itt a különböző ünnepi járatokkor is megörvendeztethetitek a gyerekeket. Például, ha jól tudom, a Mikulás is itt készülődik. Igen, itt készülődik a házban. Várja már a gyerekeket nagyon, akik a Mikulás vonaton utaznak föl a Stimec házig. Amikor már itt egy nagy karéba összegyűlnek a gyerekek, akkor megszólal a Mikulásnak a csengője, és akkor fentről a teraszról szokta köszönteni őket, majd pedig itt a nagy fotelben helyet foglal, és mindenkit megajándékoz. Úgyhogy ez egy nagyon kedves kis házikó a gyerekek részére, a Mikulásnak a házaként ismert helység. Innen indul egyébként egy tanösvény, ami egy másfél kilométer hosszú körtúrának felel meg. Jól látszik, hogy a madárvédelem is fontos szerepét képzi a cég tevékenységének, hiszen több mesterséges adót is kihelyeztek a völgyben. Az erdőben sok olyan madár található, amelyek a fészküket odukba rakják, és evolúciós úton csak a harkánynak alakult ki úgy a teste, hogy a csőrével ki tud magának válni a fatestben odút. Ezeket az odukat pedig, amikor a harkály elhagyja, akkor már a cinegék, a csuszkák, a fakuszok is igénybe tudják venni, viszont próbáljuk ezeket a madarakat segíteni a fészkelésükben, és mesterséges odukat helyezünk ki az erdőben, nem csak itt a bükkben, hanem a Mátrában is, és ezáltal is élőhelyet fejlesztünk az erdőben. Hiszen minél madárdalosabb egy erdő, minél több madár lakik benne, annál jobb lesz az erdőnek az immunrendszere, hiszen annál több kis károsítót tud összeszedni a fiókái számára, ezáltal kevesebb fogja például károsítani a makkot. Úgyhogy sokkal vitálisabb lesz az erdő. A tanösvényen a látogatók megismerhetik a jellemző állat és növényfajokat, emellett azt a munkát, amit az erdőgazdálkodó megtesz. A célközönségnek egyértelműen a családokat és a gyermekcsoportokat jelölték ki, hiszen az állomások is úgy vannak kialakítva, hogy erdei tanteremként funkcionálhassanak az érdeklődők számára. Túránkat követően pihenésgyanánt felkerestük a Felső-Tárkányi tavat, amely a község északi oldalán található sziklaforrásból ered. A bővízű forrást a 18. század során duzzasztották azzá a bájos állóvízé, ami azóta rengeteg természetjárót csalogat magához nyugodt hangulata és a természet közelsége miatt. Ha már itt jártunk, a Bükki Nemzeti Park nyugati kapu látogatóközpontját is megtekintettük. Itt is főként a fiatalok edukációját helyezték a középpontba, és így alakították ki a karszt és élővilág elnevezésű tárlatot, amely interaktív elemek segítségével mutatja be az érdekességeket. Itt Felső-Tárkányban a Bükki Nemzeti Parknak is van egy látogatóközpontja, mostani beszélgető partnerem pedig Novák Rihálda, Bükki Nemzeti Park csoportvezetője. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk. Mivel foglalkozik főként ez a kiállítóhely, mibe szeretné bevezetni az ide ellátogatókat? Én is köszönöm, hogy ellátogatotok hozzánk. Ugye ez a látogató központ, ez valójában egy oktatási központ is, ahol egy erdeiskola működik, viszont van itt egy olyan pontunk, ahol egy nagyon érdekes kiállítást tekinthető meg, a karszt és élővilága kiállítás nevet kapta, ugyanis a Nemzeti Parknak az élő és élettelen természet értékeit mutatja be ez a kiállítás, amely néhány évvel ezelőtt meg is újult, interaktív tartalmakat kapott, és úgy gondoltuk, hogy azért is már jól van ráfér erre a kiállításra a megújulás, hiszen azért már nagyjából egy 13 éves múltra tekint vissza, úgyhogy mindenképpen szerettük volna akkor szellemének megfelelően átalakítani ezt a kiállítást. Itt különböző szekciókra van osztva maga ez az interaktív kiállítás. Itt az első teremben itt inkább a élettelen természeti értékekkel foglalkozunk, vagyis például a kőzeteknek a világával, milyen kőzetekből áll a bükk. Ugye alapvetően ez egy karszthegység, egy mészkőhegység, ugye nagyon sok olyan érdekes formáció is található, hogy olyan kőzetkibukkanások, amelyek miatt egyébként a Bükkvidék Geopark címre is pályázik a Bükki Nemzeti Park egésze, illetve a környező területek. Úgyhogy azt mondhatom, hogy geológiai, földtani szempontból, földrajzi, alaktani szempontból is igen változatos ez a vidék. És nagyon fontos, hogy a Bükki Nemzeti Park is, Bükki Nemzeti Park megalakulásának egyik fontos alapillére az volt, hogy azt az itt lévő karsztvíz vagyont, amely ebben a karsztesben található víz, ezt ugye megóvjuk.
akár Miskolcon, Egerben, itt a Bükk környéken ezt a karsztvizet isszuk, és hogyha ezt esetleg elszennyeznék, annak ugye nagyon komoly negatív következményei lennének. Emellett, hogy itt ugye beszélünk magáról a karsztvízről, a karsznak a kialakulásáról, a különböző karsztjelenségekről, gondolok itt például barlangokra, különböző karsztjelenségekre, dolinákra, zsombolyokra. Érdekesség például itt Magyarországon, hogy ez a Magyarország legnagyobb átlagmagasságú területe, és itt a Bükki Nemzeti Park területén több mint 1100 barlang található egyébként, tehát igen nagy számban találkozunk itt barlangokkal, és ezért például a különböző akár normál körülmények között, normál ruhában bejárható barlangjaink, turisztikai barlangjaink, gondolok itt például a Lillafüredi Anna barlangra, Szent István barlangra, de vannak ugye olyan barlangtúráink is, amelyek kifejezetten például overallban járhatók be. Ezek ilyen csúszós, mászós, több órán át tartó utak, ahol viszont tényleg a Bükki karszt mélyére tudunk lemenni, és ott gyönyörű cseppköveket, különböző érdekes formációkat is megfigyelhetünk. Aztán ez tehát az első része a kiállításnak, ahol inkább a geológiával foglalkozunk. A következő terem ott pedig az élő természetértékekre fókuszál, vagyis növények, állatok. De amellett, hogy ez egy kiállítás mégis, azért vannak itt olyan interaktív elemek, ahol különböző játékos módokon olyan érdekességeket, folyamatokat mesélünk el, mutatunk be a gyerekeknek vagy az ide látogatóknak, amely azt mondhatom, hogy ezeknek a módszereknek a segítségével élményszerűvé válik az itt lét, és sok olyan érdekességet, információt megtudhatnak a hozzánk látogatók, amely a területre jellemző. Említetted itt ugye a gyerekeket, főként a gyerekcsoportokat, ezt az iskolás-oktató jelleget. Mit gondolsz, ez lehet egyébként a nemzeti parkoknak a természeti értékek megőrzésének a jövője, gyakorlatilag a gyerekekbe vetett hit és tudás? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen ott kell kezdeni a környezeti nevelést, illetve a természeti nevelést, a természet szeretetének a megismertetését, hogy már eleve akár az első évektől, óvodáskorban, aztán iskoláskoron keresztül egészen felnőtt korig. Itt azért azt mondhatom, hogy elsősorban gyerekcsoportok jönnek itt ezt a kiállítást megnézni, de ugyanúgy felnőttek, idősebbek is, és mindenki talál magának érdekességet, olyan tartalmat, amely számára is izgalmas. És azt mindenképpen elmondhatom, és ez a Nemzeti Parkigazgatóság számára is egy nagyon-nagyon fontos feladat, illetve alapfeladataink közé is tartozik, hogy a környezeti nevelés, a különböző korosztályoknak a szakvezetése, védett területeken a különböző értékekkel való megismertetése. Úgy gondolom, hogy mivel Magyarország bővelkedik, rengeteg természeti értékkel, nagyon sok szépséggel, érdekességgel találkozhatunk, úgyhogy van mit megtekinteni Magyarországon. Itt a tágabb, illetve szűkebb környezetünkben, a Bükki Nemzeti Park környékén is, és az a tapasztalatunk, hogy a hozzánk látogató csoportok szinte megdöbbenéssel tapasztalják azt a tényleg gyönyörű természeti csodát és azt nagyon sok szépséget, amely itt a környékünkön található. Tehát mindenképpen elsősorban először a gyerekekkel kell úgymond kezdeni, és aztán szép lassan a felnőttek irányába is érdemes ezt a fajta oktatás, bemutatási, ismeretterjesztési tevékenységet kibontani, kibővíteni, de nyilvánvalóan teljesen más a módszertan, mert ahogy a gyermekek számára ezt interpretáljuk, bemutatjuk, különböző módszerekkel inkább játékosan foglalkoztatva őket, természetesen a hallgatók, egyetemisták, felnőttek számára ez egy teljesen más módot követel meg. Ezt a tudás átadást szolgálja az a füzetés, ami a kezedben van, az is egy ilyen segítség gyakorlatilag. Így van, pontosan. Hát ez a füzet, ez kifejezetten ehhez a kiállításhoz készült. Tehát, hogyha valaki amellett, hogy ezeket a tartalmakat megnézi, kipróbálja, élményt szerez, van egy ilyen kiállításvezető füzetünk is, amely az összes termen végigvezeti a látogatókat. Itt látunk egyébként a földön különböző lábnyomokat is. Ez is szintén egy olyan eleme a kiállításnak, amely a füzet, illetve a kiállítás közti kapcsolatot is megteremti. És itt a felső részen nem csak az állatok, élőlények érdekességei, illetve azokhoz kapcsolódó feladatok találhatók, hanem van egy pincerészünk is,
ahol egy barlangi rekonstrukciót mutatunk be, ja, hogyha már Bükkben vagyunk és Karszhegység, sok barlangról is ugye szó esik, és megnézzük, hogy ott például milyen élőlények élnek, ugye elsősorban denevérekre gondolok, illetve a Bükkben számos olyan nagy szárdájú ősember barlang is található, ahol például találtak különböző kőeszközöket, vagy olyan maradványokat, amelyek az ősembernek az ottani létét erősítik meg. Egyébként hát erről tényleg rengeteget lehetne beszélni, de világszenzáció is van a Bükkben, ahol olyan leleteket találtak, amelyet a világon például máshol nem. Úgyhogy egy ilyen barlangi rekonstrukciót is láthatunk lent a pincébe. Hogyha ezt a felső, úgymond a talaj fölötti különböző természeti értékek mellett a lábunk alatt lévő rejtett, viszont ugyanúgy érdekes világot is bemutatjuk itt a kiállításon. Jöjjönek el a nézők is, és akkor nézzék meg ezt a kiállítást, és ismerkedjenek meg a karszttal élővilágával és ezzel a környezettel. Köszönjük szépen! Kirándulásunk zárásaként a kihelyezett táblák nyomán bukkantunk a Dino Parkra. A legenda szerint találtak egy dino tojást a völgyben, ami kikelt, és az országban rengeteg gyermek ismerkedhetett meg vele élő dinósó keretében. Innen indult az egész, és egyre több őshüllő költözött Felső-Tárkány határába. Volt egy álmunk, hogy csináljunk egy dino parkot. Mi igazából élő dinósó műsorokat csináltunk, gyerekeket szórakoztattunk, és láttuk, hogy ez fantasztikusan működik, nagyon imádják a gyerekek a dinókat, ezért megvalósítottuk néhány év múlva az álmunkat. Hogyan jött egyáltalán, hogyan tudtátok ezt megvalósítani, tényleg egész nagy méretű látványosságokról van szó. Mi volt a koncepció, mikor ezt létrehoztátok a gyerekeket megfogni, illetve hogy bemutatni amennyire csak lehet életűen ezeket az állatokat? Az első az volt, hogy élethű legyen, nagyon, és most mozgó dinoszauruszok, az nagyon tetszik a gyerekeknek, elámulnak rajta, amikor látják ezeket a régi ősülőket mozogni, teljesen életszerű, és utána pedig, amikor megnézték őket, akkor kalandtudomány, szórakozás címen, ugye utána ott van a játszótér, és akkor lehet játszani is. És hát tudjuk, hogy mivel mentünk az élő dinósó műsorra, hogy mik volt azok a kedvenc játékaik a gyerekeknek, amit nagyon imádtak, és azokat számukra biztosítottuk. Miként döntöttétek el egyébként, hogy milyen állatok láthatók itt mögöttünk? Hát a különlegesség a parkunknak az, hogy van egy, tehát az összes Magyarországon él dinoszaurusz látható nálunk. Vannak dinóparkok Magyarországon, de igazából csak nálunk van az összes Magyarországon élt dinoszaurusz. Ez volt az egyik különlegessége, ami a koncepcióba beleraktuk, hogy attól legyünk mások, mint a többiek, hogy itt az összes Magyarországon. Nagyon sokan nem is tudják, hogy Magyarországon találtak dinoszauruszokat, és ezeket szerettük volna megmutatni a gyerekeknek. Honnan jött egyébként nektek magának a dinózásnak az ötlete? Gondolom, hogy azért ti is szíveteken viselitek ennek az egykor élt hüllőfajnak ugye az ügyét. Amikor elkezdtétek az alapsó műsort, amivel ugye jártátok az országot, hogyan kezdtetek egyáltalán dinózni? Hát, nagyon érdekes, mert mi teljesen más dologban voltunk. 92 óta vagyunk vállalkozók. Sose gondoltuk volna, hogy valamikor is ilyennel fogunk foglalkozni. Csendes társként beszálltunk, akartunk csinálni itt egy dinóparkot, de igazából nem jött össze a dolog, nem volt elég tőke, és mi befektettünk, vettünk már néhány dinót, és volt közte dinó jelmez is. És így, mivel a többiek kiszálltak, ezért rajtunk maradt a dinó. És hát mit csináljunk a dinóval? És kitaláltuk, hogy akkor hát csináljunk már, most akkor adjuk el, vagy volt két fiam, az egyik 18 éves volt, a másik 20, és hát akkor kitaláltuk, hogy akkor lehet, hogy ők eljátszhatnának ezzel, csináljunk egy élő dinósó műsort, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz a fogadtatása, de nagyon-nagyon jól sikerült, és néhány év alatt tényleg Magyarország egyik legsikeresebb gyerekműsora lett, tehát fantasztikus, hogy micsoda élményt tud adni a dinósó a gyerekeknek, sajnos most az ugye nem lehet, de ebből indult ki az egész folyamat. Hogy készülnek egyébként ezek a makettek? Honnan tudtátok beszerezni? Azért ez nem egy tucak citt, azt tudni kell. Persze, ezt ugyanazok az emberek úgymond, ugyanazzal a technológiával készül, mint amikor az első Jurassic Parkot csinálták. Sőt, sokkal jobbak már, tehát sokkal ügyesebbek. Egyszerűen akik csinálják a filmeseknek, ezeket a szobrokat régebben csinálták, ők foglalkoznak ezzel.
Ha lehetne egy olyat mondani, hogy hogyan látod magatokat, hogyan látod a Dino Parkot, mondjuk egy 5 éves távlatban, mi az, amivel elégedett tudnál lenni? Igazából ilyen anyagi dolgok nincsenek, bár jó lenne, hogyha, hát úgy néz ki, hogy akkor, tehát néhány év után most lesz már az, hogy vissza fog jönni, amit beforgattunk, de igazából nekünk ez így teljesen jó, hosszú távon mindig csak úgy fejleszgetni kell, és nekünk az bőven elég, hogy jól érezzük magunkat, hogy azzal foglalkozunk, amit szeretünk csinálni. Az, amikor a gyerekek örvendeznek, lecsúsztak a csúszdán, sikoltozva, vagy ugrándoznak, és az energiával tölt fel. Nekünk ez így teljesen jó már, így 40 év fölött ez nekünk tökéletesen megfelel. Ettől jobb dolgot nem tudok elképzelni. Eddig nagyon keményen güriztünk. Vállalkozóként ez szuper jó. Ez volt már a felfedező, köszönöm, hogy minket választottak. A műsorral kapcsolatos észrevételeiket szívesen fogadjuk a felfedező.ovtv@gmail.com e-mail címen. Tartsanak velünk legközelebb is, akkor a régió egy másik részét járjuk majd be. Mára köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!